Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi a terve veled kapcsolatban? Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Itt ez a kártya középen utal a jelenlegi helyzetre. Nála megvannak a tervek, az ötletek, de olyan bizonytalan, nem tudja, hogy tudná ezt megvalósítani, nem tudja azt, milyen lépést kellene tennie, hiszen itt látható a képen, hogy mi van akkor, ha közeledik hozzád, az lehet, hogy mindig ott van a föld a lába alatt, és az nyújtja a biztonság érzetét, de ha lezuhan itt a mélybe, akkor megvannak a félelmek, mert fél attól, hogy elveszik téged. A könnyűség az megvan nála, a tervek, az ötletek is, de még nem cselekszik. És hogyan tovább? Itt ezen a képen ő nyugszik, tehát vár arra, hogy te jelentkezz nála, hiszen beszélni akar veled. Erre utalnak a kardok, mert a kardok jelképezik a levegő elemét, de itt nincs meg az a könnyűség. Ezen a képen igen, bizonyos napokban vagy helyzetekben, amikor arra gondol, hogy hogyan tovább, mik a tervei, megvan ugyan a könnyűség, de amikor arról van szó, hogy ezt meg kellene valósítani, akkor így mély álomba zuhan, mint egy csipke rózsika, és vár arra, hogy te jelentkezzél nála. Itt a háttérben megvan ez a szent kép, ezek az elképzelések. Ugyanúgy, mint itt is látható, vannak ötletek, tervek, elképzelések, és vár arra, hogy te közeledj hozzá. De én azt mondanám, ne tedd ezt meg. Neki most meg kell tanulnia azt, hogy kimutassa az érzelmeit, megvalósítsa a terveit magától. És most megnézzük a következő kártyákat. Itt te vagy látható, és ezen a képen ő látható. Ez azt jelentíti, összetartoztok, megvan ez a lelki kapcsolat, és ez a közeledés is. Itt ezen a képen szintén a levegő eleme érezhető, tehát kell a könnyűség, azon kívül a kommunikáció, hiszen a levegő eleme ezt szimbolizálja. De ő még vizsgálgat valamit, vagy valaki befolyásolja őt, erre utal ez a római hármas szám. Amit ez a szám még jelenthet, hogy ti összejöttök, mint ahogy itt látható, és ebből a kapcsolatból kialakul valami, egy új kezdet, egy új irány, egy közös életút, egy közös tevékenység, és ez a terve veled kapcsolatban. Itt megint ő áll a középpontban, és vár arra, hogy legyen egy hír tőled, mert a madarak utalnak a beszélgetésekre, ugyanúgy, mint ez a kártya, hiszen a levegő eleménél kommunikációról van szó. De neki kellene ezt kezdenie, amit ez a fa itt jelent, ő úgy érzi, hogy nálad le tud gyökerezni. De ő elvárja azt tőled, hogy te ezt megerősítsd, hogy add számára ezt az érzést,
hogy te is megérkeztél hozzá, te is le tudsz itt gyökerezni, és lesz egy tartós párkapcsolat. Amit ez a kártya még jelent, egészségügyi témákat. Az lehet, hogy valaki beteg a családban, és erről szeretne beszámolni, vagy ő nem érzi jól magát jelenleg, és kell a gyógyulás. Persze ez a betegség jelentheti azt is, hogy valami betegíti őt, nem érzi jól magát, és kell ez a gyógyító erő. Ami még lehetséges, hogy ez a hivatása, vagy orvos, vagy gyógyász, és szeretne veled együtt dolgozni, hiszen ez a kártya utalhat egy ilyen közös munkára is, vagy egy közös érdeklődés, ha ebbe az irányba tekintetek. Amit ez a kártya még jelent, természetesen a természetet, hogy szeretne kimozdulni, veled beszélgetni mindenről, vagy ez a kártya jelentheti szeptember hónapot is, hogy szeptembertől kezdve meg lesz újra ez a közelség, a beszélgetések, egy közös cél, egy közös életút, vagy egy közös munka. Itt, ezen a képen látható a királynő, és ez a királynő uralkodik a víz eleme felett. És a víz eleme jelenti az érzelmeket. Tehát ő szeret téged. Te vagy ez a királynő az ő szemében, az ő szívében, az ő lelkében, és most meg kell neki azt tanulnia, hogy tegyen lépéseket. És mondja ki azt, amit tervez, mondja ki azt, amit érez. Itt ezen a kártyán újra a királynő látható. A királynő, aki uralkodik a víz eleme felett. Mindkettő kártya ugyanezt jelenti. Amit számodra ez tükröz, hogy uralkodj a saját érzelmeid felett. Vannak negatív érzelmek, mint például a félelem vagy a bizonytalanság. És ebből ki kell lépni, mert nem tesz jót, betegít bennünket, ha félelmeink vannak. Lépj át a pozitív érzelmekbe. Az a magabiztonság, az életerő, a vidámság, a remény, a szeretet, a hit, és ennek van egy gyökere, ahol le tudsz gyökerezni, és ez az isteni hatalom, hiszen ettől kaptuk meg ezeket a pozitív érzelmeket. Ennek van egy gyógyító hatása, egy megnyugtató érzés, ha megvan a bizalom, a hit, a szeretet, és mindkét kártya azt jelenti, hogy figyelj oda a saját érzelmeidre is. Itt ezen a képen látható ez a rózsa tövisekkel. És ezek a tövisek jelentik a sebzett érzelmeket, ami téged megbántott a múltban. De ne a múltra figyelj oda, mert ha így van, akkor vannak félelmeid, hogy újra lesz valami az életedben, ami megbánt téged, lesz egy új seb, egy új tövis. Ha nem, figyelj oda erre a rózsára, és ez szimbolizálja a szerelmet. Ez a szerelem ott van. Ne a múltra gondolj, ami megbántott téged, hanem a jövőre, mert ez, ami itt kivirágzik, mint ahogy a fa is jelenti, ez egy lassú folyamat, de növekszik valami, és itt gyümölcsözni fog valami, kivirágzik valami.
Itt látható egy szerelmes pár, ugyanúgy, mint itt, mert ti összetartoztok. És hamarosan jön egy levél, egy szerelmes levél, és itt van a remény. Azon kívül ez a horgony ugyanazt jelzi, mint ez a fa. Elérkezni valahova, lehorgonyozni, legyökerezni, és az utal egy stabil párkapcsolatra. Akkor is, ha ő bizonytalan, és várakozik. Azon kívül ő áll itt a középpontban, és vár arra, hogy te jelentkezz nála. Itt megvannak az érzelmek, de a múlt, ezek a sebek, ami a múlttal áll összefüggésben. Én azt mondanám, hogy ne tégy most semmit. Ne jelentkezz nála. Neki meg kell tanulnia azt, hogy megvalósítsa a terveit. Itt látható ezen a szent képen, hogy megvannak az elképzelések, megvan a közelség, a kívánság is veled találkozni, veled beszélni, hiszen te vagy itt ez a királynő, és a kelyhek az érzelmekre utalnak. Itt kivirágzik valami, itt ez a szerelmes pár, de kell, hogy ő legyen nyitott ezekről a tervekről, érzelmekről beszélni, és itt van a remény. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!